Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonk Erzsébet vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a PPH vezetői közül ma én lehetek a házigazda. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben is egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót. Úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója, vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? És mi baj van a jelenlegi világgal? Etikátlan? Tudatlanság. Mit mondtatok? Elnyomás. Túl kényelmesek. Sok az egoizmus. Beszéljünk erről egy kicsit, erről az elnyomásról, jó? Ugye tudjuk jól, akik már ezt tudják, akik itt tanulnak, biztos, hogy tudják, hogy a bolygón minden 5. ember elnyomó. Tehát az, mi úgy szoktuk ezt kifejezni, hogy antiszociális személy. És vannak a nem elnyomók, azok a szociális emberek. Csak az a baj, hogyha egy szociális ember elnyomást kap, akkor képes úgy működni, mintha ő is elnyomó lenne, amíg az elnyomás tart. Ugye ez azért van így, mert van nekünk egy érzelmi világunk, ugye ez ösztönünk, és ezek a dolgok az ösztöneinkhez kapcsolódnak. Az, hogyha elnyomást kap az ember, akkor elkezd úgy működni, mintha ő is elnyomó lenne. Na most, de azt is érdemes tudni, hogy a világunkban vannak ilyen ciklikusságok. És ez az időszámításunkhoz kapcsolódik, hogy jelenleg milyen időszámítást írunk. És hát az emberre hat az, hogy milyen világév van, és összességében, ugye most, ha megnézzük, akkor az 1900, vagyis a 1900, 2024, ezt összeadjuk, hogy 2 meg 2 meg 4,
akkor ez egy 8-as. És ebből következik, hogy a következő év az vajon mi lesz, 9-es január 1-től, ugye 9-es évbe fordulunk, világ szinten. Ugye a világ nagy részén ezt az időszámítást követik, tehát ez a legnagyobb energia. Tehát ami azt jelenti, hogy a jövő év 9-es év. A 9-es év az ugye az lezáró év. És utána lesz majd ugye 2026-ban, ha kiszámoljátok, 2 meg 2 az. 4 meg 4, hogy is van? Hogy is meg 6, az ugye 10, és akkor ott lesz egy nagyon erős egyes év. Na most evvel kapcsolatban hát van egy kis gond. Ugyanis ez az év, illetve nem ez, hanem a jövő év, az valószínűleg nagy változásokat fog tartalmazni. És ez várhatóan ezek a változások nem igazán pozitív hatással lesznek a lakosságra. Oké? És ez egy ilyen világszintű változás, vagy változás, próbálkozás lesz. És itt egy a kérdés, hogy hogy fog hozzáállni az emberiség, illetve hogy hogy fog hozzáállni a lakosság, vagy mondhatjuk azt, hogy hogy fog hozzáállni egy-egy nép. De itt ez a kérdés. Mert itt tervezetek már vannak. Avval kapcsolatban, hogy jövőre mi legyen. De szeretném mondani, hogy egy kis előzmény, jó? Tehát régóta beszélek arról, hát a Gyurcsány kormány az elég rég volt. Fene tudja már mikor, mert a Gyurcsány kormány után ugye volt egy, tehát az ő neki volt egy nem teljes 4 éves ciklusa, ugye, de utána lett az Orbán kormány, nem tudom, hanyadik ciklusát tölti, 3-at? Akkor ugye mikor lesz választás jövőre? 26, tehát jövő után. Akkor az azt jelenti, hogy mondjuk 26 mínusz 12 év, akkor az mennyi lehet? Az 14 körül, tehát előtte ugye 14 között lehetett a Gyurcsány kormány. 10 előtt, akkor lehet, hogy ez a negyedik ciklus? Nem a harmadik? Jó, tehát lehet, hogy 10 előtt volt, mindegy. Tehát lényeg az, hogy a Gyurcsány kormány alatt két állam kötött egymással szerződést. Ez egyik a magyar állam volt, másik az izraeli állam. Oké? Méghozzá egy betelepülési szerződést. Oké? De ugye hát betelepíteni embereket akkor lehet, hogha van hova. Hát mert nem lágerekbe akarják telepíteni az embereket, hanem lakásokba jellemzően. Jó? Tehát lakásokba, házakba természetesen. És ugye az Orbán kormány mikor hatalomra került, akkor ezt a szerződést ratifikálta, ahogy szokták ezt mondani. Tehát nem szüntette meg, hanem fenntartotta ezt a szerződést. Jó? És volt egy időszak, amikor visszaemlékeztek, hogy pár havonta kim volt Izraelbe Orbán Viktor, ugye a miniszterelnökünk. És hát miért lehetett kint, mit tudom én, egy évben 4-szer, vagy nem is tudom hányszor volt kint, hanem 5-ször. Mi a manóért lehetett kint? Hát nyilván azért, hogy valahogy nem települnek kellő sebességgel ki a magyarok. Oké? És hát ennek a meggyorsítására kellett, de egyébként nagyon érdekes volt, mert 2005 környékén, vagy 2006 környékén mentem egy csapattal Debrecenbe, és akkor mondom, mi ez a nagy építkezés, már előtte rég nem jártam Debrecenbe, mi ez a nagy építkezés? Azt mondták, hogy egy ilyen lakótelep.
ilyen modern lakótelep építkezés van. Mi ez az építkezés? És akkor mondja valaki, hogy hát a betelepülő izraelieknek építenek ott egy lakótelepet. Ezt mondom, ez hogy 2006-ban volt, vagy 2007-ben valahogy így, mikor ez erről szó volt. Na szóval a lényeg az, hogy ugye erről nem csak én tudok, hogy ide be akarnak települni, hanem erről mások is tudnak, akiknek van ezzel kapcsolatban információjuk. Na mit gondoltak, miért nem engedik ide az arabokat? Hát azért, hogy a zsidók örülnek, hogy az araboktól onnan megszabadulnak. Oké? Okay. Szóval lényeg az, hogy, ugye van itt olyan tanuló, aki onnan települt vissza. Ugye magyar állampolgárként, kettős állampolgárként lakott kint, és akkor ugye visszatelepült egy jó pár éve. És elmondta azt, amit ugye már tanultunk akkor, hogy kint tanítják a magyar nyelvet azoknak, akik be akarnak települni. Jó, és elmondta ő is, hogy ez igaz. Tehát ez nem csak egy kósza hír, hát ugye az tud hiteles információt mondani, aki ott él azon a területen. És ugye ő kinn élt hosszú évtizedeken keresztül. És el tudta mondani azt, hogy mikor hazajött, hogy az igaz. Tehát én megkérdeztem tőle, hogy igaz az, hogy kint tanítják a magyar nyelvet azért, hogy betelepülhessenek, és mondták, hogy igen. Jó, egyébként nem csak a magyarokkal kötöttek meg állapodást, hanem akikre biztos, hogy tudjuk, hogy kötöttek, azok a lengyelek. Tehát a lengyelekkel is. Jó, tehát megnézed, Kelet-Európában nincsenek arabok. Nagyon érdekes, nem? Hát mondjuk inkább izraeliek települjenek ide, mint arabok, mert azok legalább dolgosak. Az arabok meg nem igazán. Hát ugye Németországban az araboknak a 10%-a helyezkedett el munkába, az ukránoknak meg a fele. Csak úgy tisztában legyünk, jó? A fele nem akar dolgozni. Tehát az ukránoknak se a fele nem akar dolgozni, de ennél sokkal rosszabbak az arabok, mert ott meg a feketék, ugye? Jó, csak 10% akar dolgozni. És annyi helyezkedett el, a többinek elég a segély. És ugyanúgy az ukránok felének is elég a segély. De nem is ez a lényeg, ez csak, hogy tiszta és világos legyen. És mindig az a baj valószínűleg, hogy nem települt ki kellő számú magyar. Ezért ugye más, valószínűleg ezért, én nem állítom, hogy 100%-ban ezért, más dolgokat is szeretnének bevezetni jövőre. Tehát ugye már volt egy népirtási kísérlet, ugye ez a Covid, úgy hívják. A Covid az egy népirtási kísérlet volt. Jó, de szó szerint értsetek. És jövőre is terveznek népirtási kísérletet, hogyha a lakosság beleegyezik. És ez pedig az, hogy a nőket mindenféle kötelező szűrésre akarják kötelezni. Jövőre. Jövő évtől. És 200 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírságra ítélik azt, aki nem teljesíti a kötelező oltást, és azonnal végrehajthatóvá tehetik. Bírósághoz lehet fordulni, de cseszheti az ember, ha azonnal végrehajtható. És ehhez nem mást kell csinálni, csak egy dolgot, egészségügyi veszélyhelyzetet kell elrendelni. Jó? És minden elő van készítve, az összes törvény elő van készítve, egy jogász. Tehát valaki küldött egy jogász által megfogalmazott levelet ebben kapcsolatban, aki utána nézett a jognak, a törvényeknek, minden elő van készítve, ami azt jelenti, hogy csak egy rendeletet kell hozni avval kapcsolatban, hogy ez bevezetésre kerüljön. És állítólag tervezik, akár januártól. És ez azt jelenti, hogy tehát itt mindenféle szűrés,
a kötelező mammográfiától kezdve minden. A bénnyakrászűréstől kezdve minden, és egészen időskorig, tehát 70 éves korig vagy meddig. Képzeljétek el. Tehát a kell, a második részben majd felolvasom, ha szeretnétek, hogy mit ért ez az ügyvéd, jó? Illetve jogász. Küldték nekem, tehát Skype-on küldték nekem. Szóval a lényeg az, hogy ugye tudjátok, hogy mit tudom én, még ilyeneket is, hogy vastag bélszűrés. Érted? És az pedig tükrözéssel. Amiben van, aki belehal. Csak úgy mondom, magába a tükrözésbe. Képzeljétek el. Tehát ugye, nem tudom mennyire tudjátok, hogy a gyerekeknél már bevezettek fokozott kötelező oltásokat. Nem tudjátok? Hát figyeld, már egy csomó olyan oltás van, ami kötelező, és azon simán mi átestünk. És kötelező a gyerekeknek. Na most, ami brutál, ha végig gondoljátok ezt az egészet, mert ez szó szerint gyakorlatilag népírtás. És ugye a gyerekek után kik a legvégtelenebbek? A nők, nem? A nők. A gyerekek után a nők, nem? Tehát a nőket akarják ezzel kapcsolatban. Miért? Nagyon egyszerű, hogy kimeneküljenek az országból az emberek. Érted? Mert ha nem lakik itt, akkor gyakorlatilag nem kell megszenvedniük ezt a fajta tortúrát. Értitek? És ez lehet, hogy nem világviszonylatban lesz így, hanem itt, mert a magyarok nem akarnak kiköltözni. Mert ugye az volt a terv, nem tudom, tiszta és világos, hogy 4 millió beköltöző. Tehát 4 millió beköltöző Magyarországra. Ez a terv. És ha ez volt a terv, akkor valószínű most is ez a terv. Oké? Jó? Tehát 4 millió elhelyezését nem lehet megcsinálni új lakásokkal. Gondold végig, 4 millió ember az itt tudom én, 1,5 millió család. Érted? Tehát 1,5 millió család. Tehát 1,5 millió lakást nem lehet csinálni. Ez brutálisak. Tehát ugye mi a megoldás? El kellene költözni az embereknek. És ugye miért kell rontani a forintot? Miért nem lehet nekünk eurónk? Hát azért nem lehet eurónk, hogy lehessen rontani a forintot, hogy utána, de ezt én már elmondtam régebben, ha visszaemlékeztek. Most bejött már az, hogy folyamatosan rontják a forintot. Miért? Hát akkor nekik sokkal olcsóbban tudják megvenni az ingatlant. Világos? Tehát az ő pénzük nem romlik a miénkhez képest. A miénk romlik, ami azt jelenti, hogy az ő pénzük sokkal többet ér, mint régebben, és ezáltal könnyebben megveszik az ingatlanokat. Világos voltam? Jó? Tehát gondoljátok végig, most ott van kint egy háború. A háborúra lehet hivatkozni, hogy menekülni akarnak. Simán. Ezt már akkor mondtam, mikor kezdődött a háború, emlékeztek? Októberben. Tavaly októberben, vagy mikor kezdődött. Ugye az izraeli háború. Jó, tehát ez egy indok, hogy lehessen költözni. Tehát ezért lehet, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy ugye nekem már rögtön van megoldás a fejemben mindig, azonnal. El kellene gondolkodni azon, hogy kinek van külföldi ismerőse, és ha ilyen izéket hoznak, akkor bejelentkezni külföldön. Bejelentkezni külföldön, érted? És bejelentkezel külföldön, és onnantól kezdve te nem vagy magyar lakos. Érted? De hát Magyarországon nincs állandó lakásod. Attól lehet lakásod, csak nincs állandó. És akkor meg tudod oldani. Világos?
az, hogy rád nem vonatkozik, mert te nem élsz Magyarországon. Jó? Tehát itt tudod, az a baj, ha valakinek van munkahelye. Az a döfi. Mert hát a munkahely, meg, a munkahelynél meg be van jelentve. Érted? Tehát egy vállalkozó az simán megcsinálja. Bármikor tud egy vállalkozó mondjuk kint külföldön vállalkozást nyitni. Bármikor. Érted? És az akár lehet névleges vállalkozás, semmi gond nincs ezzel. Fogja, nyit egy bankszámlaszámot, azt már van is vállalkozás. Két pillanat alatt. Érted? Tehát én mondtam előre, hogy fel kellene készülni dolgokra. Hát évek óta mondom. Tehát ami van, az a lakosság nagy részének nem jó. És itt az emberek, de nem ez a megoldás nyilván, hát hanem az, hogy ha bevezetnek mondjuk ilyet a nőkkel szembe, akkor nőknek ki kell benni tüntetni. Nem vicc, komoly. Tehát a nőknek meg kell szervezni, és a nők menjenek tüntetni. A nők közé nem fognak lőni, ne féljetek. Oké? Jó? Tehát ilyeneket, hogy kötelező szűrés, hát benne van a magyar alkotmányban. Az, hogy az egészségünkhöz, az, hogy mi a saját egészségünkkel rendelkezzünk, az saját jogunk, érted? És ha valaki meg akar betegedni, akkor betegedjen meg. Érted? Tehát az is a jogunk, hogy meg akarunk betegedni. Jó? Tehát olyanokkal szemben akarnak csinálni szűréseket, ami nem fertőző, érted? És nem halálos. Mármint ha fertőző, akkor meg nem halálos, tudod? Hát most gondold végig, egy bárányhimlőben még nem halt bele egy gyerek se. És akkor oltást kapnak bárányhimlőre, azt hiszem kötelezőt. Érted? Kötelezőt. A gyerek. Bárányhimlőre kötelező oltás. Minden gyerekünk, meg mi magunk is voltunk bárányhimlősök, ki halt bele? Senki. Egy gyerek se halt bele a bárányhimlőbe. Ez nem fekete himlő. Oké. Szóval érdekes dolgok kezdődnek, és jó, ha az emberek előre tudnak ilyenekről, jó, és ha kell, akkor felkészülnek az emberek, hogy igenis, ilyeneket nem nevezessenek be. Jó? Tehát ez mondom, az, hogy kimegy tüdőszűrőre, az ő dolga, hogy megy tüdőszűrőre, vagy nem megy tüdőszűrőre, érted? És hogy tüdőbeteg akar lenni, vagy nem akar tüdőbeteg lenni. De hát nyilvánvaló, hogy ezekkel a szűrésekkel, hát ezekkel ugye a nagy része az sugár. Tehát sugárzást kap az ember. Tehát tudjuk jól, hogy a sugárzás az rákkeltő. Jó? Tehát sugarazzák az embert, akkor az rákkeltő. Tehát ugye akármilyen hihetetlen, de hogyha mondjuk rendszeresen csinálnának mondjuk neked CT-t, tudod, ez a, amikor be kell bújni abba a gépbe, így bevisznek ilyen futószalaggal, bevisznek a gépbe, hát az is sugárzás. Az is sugárzás. És ha rendszeresen menné ilyen helyre, akkor ne csodálkozz, hogy egy idő után a ráksejteid elkezdenek szaporodni. Jó? És a szervezeted nem tudná likvidálni a ráksejteket. Jó, tehát, na most azért fura nekem ez az egész, mert beszéljünk még egy kicsit. Tehát a jövő év, tehát ilyen szakértőket szoktam hallgatni, akik ugye közelebb vannak a tűzhöz, és lehet szakértőként hallgatni rájuk. Tehát az, hogy a hírekben mi van, nem nagyon érdekel, a szakértők érdekelnek. Tehát ezért ugye én mindenkitől híreket, hát most itt van Ukrajnával kapcsolatban, ugye a hírek, hogy engedélyezték a franciák, az angolok, meg a
az amerikaiak azt, hogy ilyen nagy hatótávolságú rakétával lőjenek. De hát ez megint hülyeség, mert tudod, mit engedélyeztek? Tehát eleve ott kezdődik, hogy ezek a rakéták nem mennek tovább 200 kilométernél. Tehát nem nagy hatótávolság. A nagy hatótávolság az ott kezdődik, hogy 1000 kilométer. Jó, tehát és hol engedélyezték? Ott, ahol az oroszok benn, vagyis ahol az ukránok benn vannak még. Ugye ez Kurszknál van. Tehát máshol nem, mert sehol máshol nem tudnak átlőni már az oroszok fölött, tehát a hagyományos orosz területekre. Tehát az egész nem is úgy van, ahogy mondják. Ráadásul nem az ukránok csinálják ezt. Hát egy amerikai rakétát az amerikaiak tudnak kilőni. Egy angol rakétát az angolok tudnak kilőni. Egy francia rakétát a franciák lövik ki. Tehát magyarul ott vannak a helyszínen, és ők lövik ki. Érted? Tehát azt hiszik az Európa, hogy a ukránok lövik ezeket. De hogy lövik? Hát nem értenek hozzá. Nem is lőhetik. Hát ezt óriási szakértelem kell hozzá, hogy egy ilyet ki tudjanak lőni, és az pont célba találjon. Érted? Akkor ráadásul mióta ez a háború folyik, még a Elon Musknak a műholdja is rá vannak állítva, hogy kémműholdként működjenek. És adatokat szolgáljanak az amerikaiaknak, az amerikaiak meg adatot szolgáljanak az ukránoknak, az oroszok mozgásáról. Oké? Mióta ez a háború folyik? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy világháború folyik. Már. Mert ezeket a rakétákat, ezek a távolabb hordó rakétákat, azokat azok az országokban lévő szakember, katonák indítják, akik hát ehhez értenek. Tehát különben lehet, hogy ki tudnák lőni, csak nem oda menne, hova kellene. Értitek? Szóval nem egészen úgy van ez az egész, ahogy a hírekben az emberek olvassák. Jó? Tehát, és akkor erre mi lesz? Ugye mi az oroszok válasza? Nem az oroszok válasza nem az, hogy megtámadják az Amerikát, vagy megtámadják a franciákat, vagy az angolokat. Nem, hanem vannak az amerikaiaknak érdekeltségük itt, ott, ott, ahol vannak ellenségeik. A franciáknak is vannak érdekeltségeik, ahol ott vannak ellenségeik. És az angoloknak is vannak érdekeltségeik a világ különböző pontján, ahol vannak ellenségeik. És az ellenségeket lehet fegyverezni az oroszoknak. Oké? Ami azt jelenti, hogy ott azokon a területeken újabb és újabb konfliktus fog kirobbanni. Ez már ilyenek vannak, ezért van ilyen sok konfliktus most például Afrikában, mert az oroszok már csinálták azt, hogy kirobbantottak azzal konfliktust, hogy cserébe támogatták a francia volt gyarmatokon a franciák érdekeltségéhez tartozó ellenségeket, akik azt akarják, hogy a franciák azok tűnjenek onnan a csodába. Értitek? Szóval ezáltal az lesz, hogy tele lesz konfliktussal a Föld. Érted? De nem világháború lesz ez, hanem konfliktusokkal lesz tele. Oké? Szóval érdekes lesz ez a jövő év, majd meglátjátok. Lezáró év, ugye a 9-es év. És ugye a 9-es év meg az 1-es év olyan szokott lenni, hogy amit esetleg nem zárnak le a 9-es évben, azt az 1-es évben zárják le, mert ugye ez úgy van, hogy a 9-es év után rögtön kezdődik egy kezdés, az pedig az 1-es év. És hát az kezdés az vagy a 9-en, tehát mikor tud valami kezdődni? Amikor a másik befejeződik. Érted? Tehát ha befejeződik a 9-es évben, akkor nagy valószínűséggel a 9-es évben indul. Oké? Ha az 1-es év, tehát nem tud
valahogy befejeződni a 9-es évben, akkor az 1-es évben lesz az, hogy, befejeződik és indul, mert általában úgy történnek a dolgok, hogy amikor befejeződik, akkor kezdődik egy új. Világos ez? Tehát itt a következő 2 évben óriási változások várhatóak. Jó, ez csak hogy tiszta és világos legyen. Amit, hogyha az ember nem készült fel, nem készül fel, nincsenek megoldásai, akkor sokan lesznek nagy bajba. Oké? Sokan lesznek nagy bajba. Szóval, de mondom, erre biztos, hogy népi ellenállás szükséges erre a kényszer, hogy hívják okra? Kényszer szűrésekre, így van. És időben. Időben kell, azelőtt, mielőtt bevezetik. Mert gondoljátok végig, ha bevezetik, akkor onnantól kezdve már akit hívnak és nem ment, akkor azt már lehet rögtön szankcionálni bírságokkal. Jó? Hát például Ausztriában ugye tudjátok, hogy bírságolták azokat, akik nem oltatták be magukat, de aztán végül nem volt végrehajtott, tehát nem hajtották végre aki nem fizette be, azok már végül nem hajtották végre a bírságot. Jó? De voltak, akik például ezért hagyták vendégmunkásként ott Ausztriát, és mentek át például Svájcba, mert hát kényszerítették őket bírsággal, hogy oltassák be magukat. Jó, tehát érdekes lesz ez az egész, de ugye mikor lehet ezeket a dolgokat megoldani, nyilván egyedül az ember nehezen old meg dolgokat. De az ember mondjuk egy közösségben van, akkor ezt könnyebb megoldani, ezeket a helyzeteket. Jó? Tehát az embernek lehet előrelátása, és kellett is volna, hogy sok ótoknak legyen, mivel ugye régóta mondom, hogy kellene felkészülni ezekre a dolgokra. De hát azt gondoljátok, hogy, vagy azt gondoltátok, hogy hát majd lesz valahogy. Jó? Tehát ez nem majd lesz valahogy kérdés. Jó? Hanem ez itt van a nyakunkon. Jó? Tehát tény az, még egyszer mondom, hogy minden elő van készítve. És ugye mondhatnád azt, hogy de majd az egészségügy ellenállása. Az egészségügynek milyen ellenállása volt a Covid alatt? Semmi. Az egészségügy teljesen szolgálta a hatalmat. Úgy, ahogy volt. Jó? Maradjunk ennyiben. Úgyhogy nem egyszerű lesz a következő 2 év. És itt attól függ, ez megint egy teszt, hogy a lakosság az mennyire tűri a dolgokat, vagy mennyire nem tűri. Jó? Tehát ezek a kényszerítések, ez ha valaki azt gondolja, hogy demokrácia, ennek köze nincs. Tehát igazából ugye én attól tartok, hogy a jövő évben lezárul a demokrácia. Oké? És 26-tól egy új világ lesz. Érted? Az új világ, ami azt jelenti, hogy nem demokratikus világ. Jó? De úgy látszik, ehhez kell az, hogy az embereknek megjöjjön az eszük. Tehát úgy látszik, hogy kell hozzá, hogy az embereknek már mibe jöjjön meg az eszük. Hát abban, hogy ha az ember tudatlan, akkor azt csinálnak vele, amit akar. Jó? Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál inkább azt csinálnak vele, amit akar. Tehát annál inkább olyan, mint a birka. Jó, a birkába is azt csinált, amit akarsz. Jó? Hát ez így működik. És minél tudatosabb egy ember, annál nehezebb vele azt csinálni, amit akarnak. Jó?
ennyi. Na nézzük akkor, hogy igazából mivel foglalkozunk. Hát itt az első részben ilyen tájékoztatással foglalkozunk. Némi nemű képzés is szokott időnként lenni, jó, de nincs módszer. Jó, tehát nincs módszer. A módszer az a második részben van, ami nem díjmentes. Jó? De ha összehasonlítjuk magunkat bármilyen olyan szervezettel, amely képzéseket, felnőtt képzéseket tart, akkor el tudjuk mondani, hogy a legkedvezőbb feltételekkel tartunk képzéseket. Jó? És akkor lehet bármit mondani, de az biztos, hogy mi függetlenek vagyunk mindentől. Jó? Tehát mindentől, minden vallástól, vagy minden politikai érdekeltségtől. Jó? Na nézzük akkor, hogy mi a legnagyobb probléma itt a bolygón, mi baj van leginkább? Hát, hogy az emberek nem boldogok, sok a gonosz ember, minden ötödik, és az a baj, hogy nem elég eszesek az emberek. Jó? Tehát nem elég eszesek. Hanem milyenek? Hát el vannak butulva. Jó, de szó szerint is. Tehát nem kicsit el vannak butulva. Most mondok példát. A felmérések szerint, itt van, ugye a felmérések szerint itt van a karácsony. De nem a felmérések szerint van itt a karácsony, hanem a felmérések szerint a lakosság 70%-a karácsonyra a hitelből vásárol. Érted? Ez egy friss hír. Ez is egy friss hír. Tehát a felmérések szerint a lakosság 70%-a hitelből vásárol. És hitelt vesz föl ahhoz, hogy vehessen valamit. Érted? Tehát vagy fölvesz, vagy van áruhitel, tudod, és avval oldja meg. Na most éppen beszéltük annak idején, hogy volt ez. Az embernek nem volt pénze, akkor nem vásárolt. Ilyen egyszerű volt. Hát csak logikus volt. Tehát a vásárlás az nem kényszer. Képzeljétek el, drága hallgatóim, a vásárlás nem kényszer. Senki nem kényszerít arra rá, hogy vásárolj. Senki. Nem vetted észre? Nem kergetnek bunkosbottal senkit, hogy vásároljon. Nem? Soha nem a vásárlás, soha nem volt kényszer. Az oltás, az kényszer volt. Oké? Okay? De a vásárlás sose. Volt egy régi mondás, amit próbáltak überelni az összes sikerkönyvben. Hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. És mindenki sikerkönyvében, aki írt sikerkönyvet, azt mondta, hogy ez egy hülyeség. Mindenki nyújtózkodjon tovább, mint a takarója, mert az a gazdaság növekedésének a záloga. És ha a gazdaság nem növekszik, akkor nagy baj van. Hát egy gazdaság nem. Semmi nem tud a végtelenségig növekedni. Olyan nincs. Jó? Tehát a növekedés az ilyen. Sőt, egy bizonyos magas tartományban ilyen. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs növekedés. Tehát igen magas tartományban már nincs, ez a hatalom állapota, hatalom állapotában már nincs növekedés. Tehát nem tud följebb menni a dolog. Érted? Tehát akkor tud valami növekedni, ha nem tud, nem magas szinten van. Oké? Okay? De hát mondhatod, de hát a gazdaság nincs magas szinten. Nem is lesz. Oké? Okay? Itt Európában nem is lesz. Tehát most gondoljátok végig, mit tudom én, megválasztották ezt a Ursulát. Jó, ezt a, ugye nekem a Mézga Géza, Mézga családról jut eszembe mindig az Ursula.
Ott volt, igen. Na, körülbelül az volt olyan szellemi szinten most, mint ez az Ursula von der Leyen. Jó, tehát jó, ha valaki nem tudja, miről van szó, akkor nézzen egy Mézga Géza első sorozatot, és abban elég egy részt is nézni. Jó, tehát lényeg az, hogy mi az elsődleges célja? Zöld átállás. Érted? Ez az elsődleges célja. Zöld átállás. Ebbe buktunk bele, az EU ebbe bukott bele a zöld átállásba. Érted? És tovább akarják. Hát ott van, megálltak a zöld dolgoknak a lakosság általi vétele. Gyakorlatilag nagy mértékben visszaesett. Tehát óriási mértékben. Tehát egy csomó autógyár ismét elkezdett, főleg akik ugye kis teherautókat csinálnak, tehát ilyen kis teherautó jellegű autókat csinálnak, de még úgy, hogy B-vel vezethető, tehát személykocsi jogsoggal vezethető, elkezdtek visszaállni a dízel motorra, a villanymotorról. Érted? Amire azt mondták, hogy be fogják tiltani, persze, ezt elkezdtek az autógyárak visszaállni, mert elkezdték nem venni az elektromos ilyen típusú járgányokat. Jó, szóval jó esetben most azt kezdték el csinálni itt az autóiparban, hogy most a hibridet nyomják. Mert az a Toyotának bejött, ugye a hibridet a Toyota már nagyon régen csinál, nagyon régóta meg a japánok, nem csak a Toyota, hanem más is. És akkor elkezdték ugye most a hibridet nyomni. De a hibrid az akkor is belső égésű motorral üzemel, érted? Csak legfeljebb, kisebb mértékben. Jó, egyébként csak úgy mondanám, hogy mikor én vettem egyszer egy autót, annó annak idején, kétféle kocsi közül választottam. Jó, tehát az egyik az egy Toyota Camry volt, ami akkor már javában hibrid volt természetesen, a másik pedig egy Alfa 166-os, amely dízel volt. Jó, és körülbelül teljesítményben ugye egyforma volt a kettő, mind a kettően 180 lóerő körül. Jó, és fogyasztásban nem volt jobb a hibrid, mint a dízel. Jó, ezt csak úgy mondanám. Tehát fogyasztásban egy hibrid nem jobb, mint egy dízel autó. Jó? Hát ha valaki ehhez ért, akkor meg tudja nézni, ugye, hogy mennyi a káros anyag kibocsátás, és abból lehet látni a tényleges fogyasztást, mert a tényleges fogyasztással hazudnak. Jó? És például egy dízel autónak a tényleges káros anyag kibocsátása jóval alatta van a benzinesnek. Hoppá! Hát jóval. Tehát ugyanolyan teljesítmény mellett. Jó? Tehát ugyanolyan teljesítmény mellett. Jóval alatta van. Mert jóval kevesebbet fogyaszt. Logikus, ha valami kevesebbet fogyaszt, kevesebb káros anyagot bocsájt ki. Ilyen egyszerű, érted? Hát logikus. Minél kevesebbet fogyaszt, annál kevesebb a káros anyag kibocsátás. De hát simán át lehetett volna állni, mint átálltak egyes országokba, főleg Dél-Amerikában, a gázüzemre. Ott a legkevesebb a káros anyag kibocsátás. Érted? És a sima belső égésű motorok működtethetők gázzal. A dízelek, meg ugye étolajra át lehetne állni. És annak nincs káros anyag kibocsátás az étolajnak. Annak legfeljebb sült krumpli szaga van, tudod. Vagy lángos szaga, így van. Az meg nem baj. Jó, szóval lényeg az, hogy lenne megoldás mindenre, csak nem érdekük a kőolaj exportálóknak, tudod, az ilyenfajta működés. Tehát ugye a benzinüzeműeket simán lehet átállítani gázra, a dízülüzemeket meg át lehet állítani simán étolajra. Jó? Természetesen most nem így, ahogy van. Én ugye ezt tudom, hogy nem lehet állítani, de nekem volt olyan ismerősöm, aki a traktorba azzal ment étolajra. Tehát a traktor simán elmegy. Abban nincs mindenféle szűrő, kutyafüle, régi traktor, tudod.
beleöntötte az étolajat, hozzáadott egy kis benzint, nem tudom én milyen arányban, egy kicsit. Úgy ment a traktor simán, mint a húzat. Érted? Szóval, de nem is ez a lényeg, ez csak ilyen, mondom, információk. Tehát ha megnézzük ezzel a zöld átállással, jól átvágták az embereket. Tehát jól átvágták. Tehát szó szerint. Tehát tisztában legyetek, mi villannyal fűtünk 86 óta. Érted? Nekünk az bevált, hőtárolós kályhák vannak. Egyszerű volt, mert ugye a szüleim lecserélték gázra a hőtárolós kályákat. Érted? És akkor átkerültek hozzánk a hőtárolós kályákat. Vettem még vagy kettőt, és így megvan oldva az egész háznak a 110 négyzetméternek hőtárolós kályával való fűtésére. És a 86 óta, ugye jó azóta nőtt a ház, akkor vettem még további hőtárolós kályát, nekünk ezzel van. És ezáltal ugye elég sok, hát kb. 75 kW fűtésünk van. Azért az nem kicsi. Jó? Tehát nekünk simán megérte volna, idézőjelben, mondjuk a zöld átállás, hogy mondjuk akkor legyen napelem, stb. Stb. És akkor kismillió ajánlatot kaptam avval kapcsolatban, hogy legyen napelem, ki is számolták, hogy mennyi lenne, stb. És mindig rájöttem, hogy nem éri meg nekem a zöld átállás. Tehát ha még valami majd 15 év múlva megtérül, akkor ezt felejtsék el, azt menjenek vele a francba. Érted? Ha majd valami 15 év múlva térül meg. De akkor meg már dobhatod ki az egészet, és csinálhatod újból. Érted? Szóval akkor meg azt jelenti, hogy nem térült meg. Mire megtérült volna, addigra pont kidobhatod az egészet. Érted? Tehát én ezt kiszámoltam, de a legtöbb embernek halvány lila dunszja nincs ebben kapcsolatban sem. Ez ugyanolyan, mint hogy nem tudom, tudod-e, hogy egy villanyautó az 50%-kal többe kerül, mint egy hagyományos autó. Érted? Induló árba. Induló árba. Tehát van egy induló áru autó, induló áru a villanyautó, ugyanaz az autótípus, érted? Azért, mert villanyautó 50%-kal drágább. De most mit tudom, időnként van olyan, hogy adnak rá állami támogatást. Jó, de hát hogy az azt jelenti, hogy legyen egy libakergetőd, érted? Így van, mert adnak, nem százalékba adják az állami támogatást, hanem összegbe. Mit tudom, adnak rá 4 millió forintot. Tehát mit tudom én, veszel, most már egy kis autót veszel, a legkisebb autó is kerül 8 millió forintba. Akkor egy villanyautó ugyanaz, az kerül 12-be. Érted? Ami azt jelenti, de ez libakergető. Ez beleülsz, és széthasad a fejed az zúgástól, érted? Meg a szélzajtól, mert még szigetelés sincs az oldalán, hanem ott vannak a lemezek, mint annak idején, a 70-es években volt nekem ilyen autóm, a 850-es Fiat. Érted, hogy lemezek voltak, és nem volt leszigetelve az autó. Hát ilyenek ezek a villanyautók, érted? És veszed 12 millió forintért, végül nem annyiért, mondjuk 8-ért megveszed, egy villanyautót veszel, ami egy kész átverés só. Érted? Mert a benzines az legalább szigetelt, vagy a dízel, ez még az sem. És hát ezért az emberek ugye drágábbat vesznek, ha vesznek, nem ilyen libakergetőt. De hát ott akkor, mit tudom én, vesz mondjuk egy 20 milliós autót, abból lejön 4-16, akkor az a 20 milliós autónak mondjuk a hogy hívják, ja, hogyha azt benzinesbe vette volna, akkor az mondjuk 13. Érted? 13. De hát ha leveszük a 20-ból a 4-et, akkor az még mindig 16, még mindig 3 millió forinttal több. Jó? És ugye ez úgy működik, minden úgy működik, hát én ezt láttam. Fűtsetek szénnel, utána fűtsetek olajjal, utána fűtsetek gázzal, az is volt, hogy fűtsetek villannyal, majd fűtsetek gázzal, utána ezt állandóan variálják, érted? Mert nekik az biznisz, hogy átállás. Tudod? És ez ugyanez van az ilyen dolgokkal, érted, hogy most mondjuk megcsinálják azt,
hogy otthon töltheted, mert akkor gazdaságos, ha otthon töltheted. Ha már nem otthon töltheted a villanyautót, akkor nem gazdaságos. Jó, akkor igazából sose térül meg. Sose térül meg. Ha otthon töltöd, akkor jó. És gondolod, hogy nem fogják bevezetni, hogy akkor, mit tudom én, ennyi kilowattig, ennyi forint, már ilyen van egyébként, érted? És a fölött pedig sokszorosát fizeted. És ha te az autódat onnan töltöd, hát az bizony túl van a egyéb fogyasztásodon. Vagy úgy csinálják, mint a légkondinál. Ugye? A légkondinál, valaha fűteni akarsz, akkor háttarifa, tudod? És az külön óra. Ha nem, akkor a rendes tarifával fizetsz a fűtésért, hűtésért, stb. Stb. Érted? Fogják, bármikor hoznak egy ilyen rendeletet, és átállítják azt, mondják, hogy innentől kezdve, vagy, mit tudom én, csináltatsz új órát, érted, az elektromos autódnak, és fizeted annak alapján a tarifát, vagy hát megcsinálják, ha sok lesz. Ugyanúgy, mint ugye mindig változtattak, rakjál föl napelemet, erre megváltoztatták az egész rendszert. Érted? Szóval, ahogy a kényük, kedvük van, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ebbe a zöld átállásba belebuktunk. Sehol nem volt zöld átállás, ne erre varjatok gombot. Sehol a Földön nincs zöld átállás, csak az EU-ban. Se az USA-ban, se Észak-Amerika, se Kína, sehol, se keleten, sehol nincs zöld átállás, csak Európában. Érted? Aki ezt kitalálta, az nem százas. Persze nem azt mondom, hogy az Ursula találta ki, érted? Ursula találta ki, hanem hát kicsoda? Hát akiknek ebbe érdeke van, hogy a zöld átálláshoz szükséges termékeiket eladják. És akkor megveszik a politikusokat. Kilóra. Érted? És mivel ezeket meg lehet venni, eleve mind, hát hallod, mit mondott Orbán Viktor, hogy maguk akarnak nekünk beszélni a korrupcióról. Így simán. Érted? Így simán bele a képükbe. Érted? Ott a parlamentben, amikor felszólalt, ugye, az első parlamenti felszólalásban, ahol mindent mondták, hogy milyen korrupta. Ugye Magyarországon főleg ő, érted? És rögtön maguk akarnak a korrupcióról nekünk szólamokat mondani? Hát az egész EU vezetés az úgy, ahogy van, egy nagy korrupt szar. Érted? Jó, tehát érdekes világunk van, és még érdekesebb lesz. Jó? Tehát tessék előre gondolkodni. Jó, és tessék előre látni egy kicsit a dolgokat, jó? Tehát itt Magyarországon 4 millió embert akarnak betelepíteni. Az azt jelenti, hogy még 3,5 milliónak ki kéne költözni. Érted? Ez durva. Nagyon brutál. Ha csak nem az lesz, ami most van egy másik törekvés, és talán ez lenne a kiút, hogy azt is szemére vetették ugye a Magyarországnak, hogy engedjük be a kínaiakat. És már mennyi kínai van. És valami 500 ezer kínait akarunk beengedni. Jó? És sőt, lesz kínai rendőrségük a kínaiaknak. Na, ez irányban viszont lehetne előrelépni. Tehát a kínai háttér, az csak hogy tiszta és világos legyen, azt mondja, hogy a kínai nagyfalat a hunokkal szemben építették. Jó? Ha ezt valaki nem tudja, akkor jó, ha tudja. Jó? Tehát a hunok, azok állandóan abajgatták a kínaiakat, és akkor fogták, ezek fölépítették a nagyfalat, hogy ne abajgassák őket a hunok. Ugye hunok mi vagyunk, csak hogy világos legyen, mi magyarok vagyunk a hunok.
és közvetlen vonalon leszármazottak mi vagyunk. Nem véletlenül az egész világ, ha azt mondod, hogy Magyarország, akkor néznek rád külföldön, még Németországban is, de azt mondod, hogy Hungária, Hungary, akkor azt tudják, hogy micsoda és hol van, bárhol legyél, érted? És tehát nem véletlenül hu a felség jelünk, érted? Nem véletlenül, tehát hunok vagyunk, ennyi. Ráadásul még a nyelvünkben is van. Mikor egy szabolcsi megkérdezi, hogy hol vagy, akkor nem azt mondja, hogy hol vagy, hanem hun vagy. Ezt mondja. A szabolcsi ezt mondja, hun vagy. Nem azt, hogy hol vagy. Jó? Szóval, ha nem hiszi valaki, akkor beszél egy szabolcsival. Jó? Tehát lényeg, hogy a hunok ellen építették a nagyfalat, de a hunok megoldották az átkelést a nagyfalon, mert a szekereket egymásra rakták és átmásztak a szekereken. Ugye a szekerek segítségével a falon. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy végül a kínaiak úgy békültek meg a hunokkal, hogy a kínai császár lányát hozzáadták egy hun vezér fiához. Érted? És ez a hun vezér fia ott maradt Kínában, és megalapította a Han dinasztiát, nem ismerős véletlenül. Ami mit tudom én, meddig bazi sokáig uralkodott Kínán. Oké, a Han dinasztia. És onnantól megbékültek a kínaiak a hunokkal, a hunok a kínaiakkal, és azóta rokonnak tekintenek minket. Azt mondta valaki, hogy be is költöztek a kis szobába. Jó, tehát. Szóval a lényeg az, hogy rokonnak tekintenek minket. És úgy jönnek ide, mint rokonokhoz. Tehát nem. Ők nem leigázni akarnak minket, érted? Mint a nyugatiak. Csak hogy tiszta és világos legyen. A nyugat szó szerint vissza akarja nekünk adni a Attilának a leigázását. Mert Attila leigázta a nyugatot. Világos? Hun volt ugye Attila királyunk. És hát vissza akarják adni, hogy le akarják igázni a magyarokat. Továbbra is. Jó? Na most a kínaiak nem így jönnek, nem ezzel a céllal, hogy leigázzanak minket. Hanem azzal a céllal jönnek, hogy gyarapodjanak, érted? De nem leigázzanak. Meg nyilván együttműködjünk. Ők ezzel a céllal jönnek. A tatárok is így jöttek, csak hogy világos legyen, mert ők is hunok voltak. A tatárok is együttműködési céllal jöttek. Csak mi nem tudtuk, a király nem tudta, Béla nem tudta, hogy együttműködési céllal jöttek, mert valakik leölték a küldötteket. Oké? Okay? Tehát akiket előre küldött. A kán. Jó, a kán. És ugye a hunok, illetve a magyarok ellenálltak, Béla ellenállt, és akkor nyilván írtás volt. Na most, ha együttműködünk a kínaiakkal, akkor akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy önálló lábra álljunk. Érted? De most én nem PPH-s szempontból nézem, hanem gazdasági szempontból néztem az egészet, és abból a szempontból, ahogy az emberek nézik ezt a kérdést, vagy nézhetnék ezt a kérdést. Tehát az biztos, hogy a kínaiak szeretnek dolgozni. De ezzel kapcsolatban is van egy érdekes felvetése a feleségemnek, hogy ugye rengeteget jár az Ázsia Centerbe, és ott rengeteg kínai van. Sőt, van egy Cinemark is előtte, oda is sokat jár. És ugye ezekben kínaiak vannak jellemzően. És hát azt mondja, hogy a régi kínaiak, azok az öreg kínaiak, azok nagyon kedvesek voltak, de viszont a gyerekeik már nem.
a gyerekeik már közel nem olyan kedvesek. Én nem tudom, mert én nem vásárolok ilyen helyeken. Tehát a fiatal kínaiak már közel nem olyan kedvesek, mint a szüleik voltak. Jó? Ezt csak úgy mondanám. Jó? Tehát ott is már romlott a helyzet. De nem is ez a lényeg, hanem ugye kettő szempontból is jó a Kína. Hát mert gondold végig, mondjuk ha kínai rendőrség lesz, akkor nem küldhetnek az EU ide idegen rendőröket, hogy rendet csináljanak. Mert ugye nagyon egyszerű, hogyha egy népnek nem tetszik valami, akkor ugye a rendőrség általában a nép mellé áll, akkor mit szoktak csinálni? Hát oda küldenek idegen rendőröket. De itt van kínai rendőr, akkor az meg tud minket védeni. Világos ez? Jó? Tehát ennyiből ez se rossz. És a másik az, hogy az EU-tól való leszakadást segítheti, hogyha mi a kínaiakkal működünk együtt. Tehát most gondold végig, sokkal jobb egy olyan országgal együttműködni, amely a világ túlsó felén van, mint egy olyannal, amely az itt van a szomszédban. Szó szerint. Jó? Mert aki a világ túlsó felén van, az nem valószínű, nem valószínűleg akarja elfoglalni az országot, érted? Általában azok szokták elfoglalni egy országot, amelyik a szomszédban laknak. Világos ez? Jó, tehát hát az előrejelzések szerint van a, például a, az asztrológiai előrejelzések szerint a jövő évre akár lehet olyan változás, hogy az EU koporsójába a magyarok verik bele az utolsó szöget. Simán lehet. Jó, tehát majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz, de az biztos, hogy gazdaságilag elérték, hogy ne lehessünk önállóak. Ezt elérték. Tehát mi, ha most önállósodnánk, akkor kész végünk lenne. És a kínaiak megoldhatnák ezt. És akkor most nézzük PPH szempontból, jó? Tehát 2035-re, ha az emberek nek nem jön meg az eszük, és nem kezdenek a küldetésük felé haladni, ami a tanulás és a fejlődést jelenti, és nem törekednek arra, hogy szeretetben, békében együttműködjenek, akkor tömegesen fognak meghalni az emberek a bolygón. Jó? Tehát tömegesen, ami azt jelenti, hogy azok maradnak, akik a küldetésük irányába haladnak. Ennyi. Na most. Tehát 6,4 milliárd embert kellene kiképezni. Érted? Mert annyi a szociális ember a bolygón. Jó? Mert a bolygó 20%-a az antiszociális. És taníthatatlan. Az antiszociális az nem fog neked fejlődni semmit, ha belepusztulsz, akkor sem. Jó? Tehát mert te pusztulsz bele. Ha őt akarod tanítani, nem ő. Jó? Tehát nem fognak fejlődni. Nem fognak megváltozni. Az antiszociális, az elnyomó, az elnyomó. Jó? Na most. Tehát maradnak a szociális emberek. A szociális emberek meg butulnak el. És ha hagyja magát elbutítani, meg fog halni. Meg fog halni. Tehát szó szerint. Azt, hogy miért fog meghalni, gondold végig, a döntést meghozza a teremtője, az angyala meg gondoskodik arról, hogy mondjuk megálljon a szíve. Mondjuk mikor alszik. És az a legkiválóbb lehetőség arra, hogy ne éleszik újra. Miért? Mert nem tudják, hogy meghalt senki a környezetében. Érted? Simán fogja az angyala, és megállítja a szívét. És az illető, hát szívelégtelenségben meghalt, megállapítja az orvos.
És ez lehet 20 éves, vagy 80 éves, nem számít. Oké? Jó? Egy mondjuk egy agyi eret már nehezen megpattintani. Meg annak nem biztos, hogy halál a következmény. De egy szívet álmában bárkinél meg lehet állítani. Érted? Szellemlény simán meg tudja csinálni. Jó, és minden, mivel mindenkinek van angyala, az angyal tud erről gondoskodni, hogy ne menjen tovább, ne ketyegjen tovább a szíve. Oké, ez olyan, mint egy ketyegő óra leállítása. Az sem nagy vasszisztasz leállítani egy ketyegő órát. Jó? Tehát lényeg, hogy gondoljátok végig, ahhoz, hogy ki lehessen képezni mondjuk 6 milliárd embert, az kellene 320 millió képzett olyan, aki ezt meg tudja csinálni. Érted? És ezt ez a magyarok feladata lenne szerte a világban. Érted? Elsősorban, és másodsorban pedig azoknak, akik tudnak magyarul, harmadsorban azoknak, akik nyitottak a magyarok tanításaira. Ilyen egyszerű. És ez azt jelenteni, hogy mivel ez innen indult ki, a jövedelem nagyon nagy része az ide folyna vissza. És gyakorlatilag képzeljétek el, hogyha a magyar lakosság mondjuk azt mondaná, hogy ami a küldetés, nem tudom, tudjátok-e, ugye a hunoknak és magyaroknak az a küldetése, hogy egy magasabb rendű évezredek óta, magasabb 7000 éve, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára. Érted? Tehát magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára. Nekünk ez a küldetésünk. És gondold végig, ha elkezdenél számolgatni, hogy az mennyi jutalékkifizetés, mennyi adó, stb. Stb. Hát gyakorlatilag Kánoá lehetne Magyarországon. Érted? A magyaroknak amúgy is ezeken a területeken különleges képességeik vannak. Mert a magyarok nagyon nagy része, 90-valahány százaléka képes a természetes gyógyításra, tehát az energiával történő gyógyításra. Érted? Egy népben sincs ilyen arány. Egyetlen másik népben se. Oké? Tehát mi szellemi dolgokban sokkal jobbak vagyunk, mint a világ többi népe, nem véletlenül a népességünkhöz képest a legtöbb találmányt a Földön miattuk. Nem véletlenül. Ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben kommunikálunk a fentiekkel, mint bármilyen más nyelven beszélő nép. Érted? És ez a nyelvünkből fakad, hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát ezért mondom azoknak, akik nem magyarok, de tudnak magyarul, vagy nem magyarnak tartják magukat, de tudnak magyarul, hogy azzal a nyelvvel, ami neked van, közel nem tudod azt elérni, mintha a magyarban érnéd el, azt a kommunikációt a teremtőddel közel nem tudod elérni, mint a magyar nyelvűek. Tehát nem kellene valahogy az átállást főgyorsítani, mivel a szüleid, nagyszüleid esetleg még magyarok voltak. Most itt főleg itt a Kárpát-medencében élőkről beszélek, meg azokról, akik kiszakadtak a hazánkból, és elkezdtek más nyelveket fölvenni, és akkor csodálkoznak, ugye, hogy mennyire anyagi beállítottságúak lettek ugye azok az emberek, akik már nem tudnak a magyarul, vagy nem tartják anyanyelvüknek a magyart, mert a magyar nyelv egy olyan nyelv, ami legközelebb van ahhoz a nyelvhez, ami a fentiek kommunikációja. Érted? És onnantól kezdve gondold végig, mi sokkal nagyobb lehetőséggel tudunk velük kommunikálni, mint bármilyen más nyelvű. Jó?
Na most ugye fáma nincs avval kapcsolatban, hogy tehát nem tudunk arról, hogy például Tesla mennyire tudott magyarul, de azt tudjuk, hogy Magyarországon született. Érted? Nem tudtad? De akkori Magyarországon, még akkor a Nagy Magyarország volt. Nagy Magyarországon született, így van? Jó? Tehát utána is tudsz nézni bárki, Nagy Magyarországon született Tesla. Tehát valószínűleg neki is az ősei között, ugye, ott voltak a magyarok. Jó? Tehát én annyira tehát ha helyetekben lennék, akik ugye Nagy Magyarország területén élnek, ugye a régi Nagy Magyarország területén élnek, és nem akarnak magyarok lenni, mert az uralkodó, azon a területen uralkodó néphez akar tartozni, akkor én mondanám, hogy nem jól lóra teszel, mert az a nyelv, az nem nagyon alkalmas arra, hogy a teremtőddel kommunikálj. Jó, és ez alapvető dolog a fejlődésben, hogy az ember képes legyen a saját teremtőjével kommunikálni. Jó, maradjunk ennyibe. Szóval, lényeg, hogy nem ilyeneket tanulunk a második részben, hanem például olyanokat, hogy azt mondja, hogy miket írtam föl. Igen. Hogy például a negatív emlékképeket hogy tudod megoldani? Jó? Egy mondjuk egy nagyon egyszerű módszerre. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye úgy működik az ember, hogy az ösztöne az felülbírálja a tudatát egy hasonló helyzetben, mikor az ember mondjuk valamikor régebben megélt valamilyen negatív érzést. Jó, és akkor összekapcsolja a jelent, meg a múltban megélt negatív érzést, és kikapcsolja a tudatot, és hogy az ember hogy tudja ezt kiiktatni az életéből, jó, azt például most fogom majd egy nagyon egyszerű módszerrel tanítani, jó? Ami sokkal egyszerűbb, és például ez a Antal Lajos, igen. Ez például kidobhatja a könyvét a kukába. Jó? Tehát maradjunk ennyibe. Úgyhogy akkor meg ilyeneket tanítok, hogy tehát miért kell olyan dolgokat tanulni, ami megkönnyíti az ember életét. Jó, két ilyen dologról is lesz szó. Jó, de nem mondom, hogy mit, mert akkor tudnátok, hogy miről lesz szó, de olyan, ami viszonylag új. Jó? Na szóval a lényeg az, hogy ezeken a területeken tanítjuk az embereket, mindjárt mutatom, jó? Itt van, ezen a 10 életterületen, hogy tudjanak boldogulni. És abból van két igen-igen fontos terület, a legeslegfontosabb két terület. Jó? És az egyik az egyes, a másik a tízes. Így van. Érdekes módon mind a kettő egyesre kezdődik. Csak egy nullával. Igen, csak ez, itt utána van egy nulla, nullával erősítve, érted? És a többi is fontos, de ha ez a két terület, az egyes meg a tízes, az képes jól működni a te működésedben, akkor sokkal könnyebb elsajátítani az összes többit. Jó? Mint hogyha ez nem úgy működne, ahogy kell. Jó, ez a két terület. Szóval
ezeken a területeken kereshetsz máshol képzéseket, de ennyiért nem fogsz kapni. És egy helyen sem fogsz kapni. Jó? Egy helyen sem. Ráadásul közösségben sem fogsz kapni. Tehát lehet máshol tanulni, de sehol nem leszel egy közösségben. És akkor mondhatja valaki, egy nagyon tudatlan ember, de hát a közösség az egy szekta. Ez mondja a nagyon tudatlan ember. Hát akkor gyakorlatilag egy falu közösség az egy szekta. A szekta egy falu közösség. Akkor egy család az egy szekta, mert az is egy közösség. A rokonság is lehet közösségben, a barátok is lehetnek közösségben, az is szekta. Ugye te nagyon tudatlan vagy, ha azt gondolod, hogy a közösség az egy szekta. Jó? Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy szeretnél ezeken a területeken boldogulni, akkor várunk szeretettel. Ha azt látod, hogy nem szeretnél boldogulni, akkor meg majd ne csodálkozz, hogy egyik pillanatban, mit tudom én, meg éltél, a másik pillanatban meg már nem ébredsz föl. Érted? És utána az lesz a baj, hogy nem tudod, mit kezdjél azzal az állapottal, hogy nem ébredtél föl. Mert tudod, az a baj, hogyha valaki meghal, akkor lesz csak igazán a tudatánál. És tudod, mi a baj? Hogy egy nagyon buta ember nem tudja, hogy mit kell kezdeni azzal az élettel, ami a halál után van. Nem tudja. És ez egy óriási probléma nagyon sok embernél. Hogy mivel nem tanulta, hogy mit kell kezdeni a halál, mert azt tanulta, hogy a halál után nincs semmi, ezért nem tudja beteljesíteni a halál utáni teendőit. És az bazi nagy baj egy embernek. Ezt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy más embertől akar energiát szerezni ahhoz, hogy némi nemű működést tudjon generálni. Érted? És csak azért, mert fogalma nincs, hogy mit kellene csinálni a halál után. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házi asszonyunknak, és ő fog még egy-két dologban engem kiegészíteni. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát én szeretném megköszönni ezt a hihetetlen sokrétű és nem is tudom, hogy fogalmazzam, nagyon sok témakört érintő, mélyreható részletes tájékoztatást, mert hogy az életünk múlik rajta. Én azt tapasztaltam, 9. évemet kezdtem itt Szedlacsik Miklós képzésein, mert én azt tapasztaltam meg, hogy bármi, amit ő mond, az betű szerint úgy fog történni, és akkor, amikor ő mondta, szólt, figyelmeztetett. Ezt nagyon sokan, akik vezetők vagyunk, mikrofont kapunk kezünkbe, ők is elmondják, hogy mindenhol ezt tapasztalják, csapatukban, saját életükben és mindenhol. Tehát tényleg komolyan kellene azokat a dolgokat venni, amit Szedlacsik Miklós tanít nekünk, vagy elmond nekünk, mert a tanítások még ennél is mélyebb dolgok. Valóban az egyes és a tízes a legfontosabb, de ha az egyesre nem vagy kész, tehát a hétköznapi életre vonatkozó tudást nem tudod alkalmazni az életedben, mert nincs módszered, mert innen-onnan könyvből, motivációból, meditációból, meditáció sem működik alacsonyabb hangulati szinten, pontosabban sajnos működik, ugyanazt fogod megteremteni, amit nem szeretnél, mert olyan szinten vagy, mert nem tudod, hogy a hangulatod milyen állapot, és miket tudsz vele teremteni. Én az életem leges-leges legjobb döntésének tartom, 20 éves előképzettség után talált rám a PPH, hogy én ide csatlakoztam, és mivel volt mihez hasonlítanom, így azonnal láttam, hogy Szedlacsik Miklós tudása, képességei, amik nagyon-nagyon-nagyon különlegesek, azok által is hogyan tud bennünket olyan szinten tanítani,
válaszokat kapni. Megint nagyon sokan megtapasztalják, hogy a gondolatban távolból, otthonról, én is 130 km messze lakom, gondolatban feltett kérdésre válaszol. Én nem egyszer jártam úgy, hogy csörgött a telefonom, én Szedlacsik Miklós fölhívott, és ezt azt kérdezett, vagy mondott. És az mindig nagy segítség volt nekem, tehát itt megvan a tudás minden életterületre, hogy rendbe tudjuk hozni, megvan a lelkünkhöz való hozzáférés tudása, mert ha a saját lelkünkkel tudunk kommunikálni, akkor tudunk csak a teremtővel kommunikálni, megint csak különböző módszerek és technikák kellenek hozzá, amit megint sehol máshol nem tanítanak. Én nagyon sok energiarendszert megtanultam működtetni, arra alkalmas, hogy magamat másokat feltöltsek. És ha megint lemerült, nem tudok neki másképp segíteni, ő magán sehogy nem tud segíteni. Megbetegszik, örvénybe kerül, és sajnos ezek az alsó hangulati szintek olyan mély örvényekbe lehúzzák az embert, hogy onnan nincs visszaút. És sajnos én azt látom, hogy az emberek elbutítása emiatt történik, hogy ezekbe a mélységekbe lezuhanjanak, és természetes halállal lépjenek ki, hogy legyen hely itt a befogadásra. Mindenki tudja, hogy szándékos népirtás zajlik, ez nem új dolog senkinek, ugye összeesküvés elmélet. Másik oldal pedig nyílt lapokkal játszik, több tíz éve fölvállalják nyíltan, nyilvánosan kimondják, és az emberek elengedik a fülük mellett. Én azt tapasztaltam, hogy Szedlacsik Miklós tudása, a személyes segítsége, és mindaz, amit kaptam, azok nekem nagy segítség volt az életem minden területén. Én ugye természetgyógyász voltam, nem értettem, hogy az emberek miért nem értik, amikor elmondom, mit tegyen, mit ne tegyen ahhoz, hogy helyre jöjjön abból a betegségből. Hát azért, mert a hangulatokhoz nem értettem, nem tudtam fölmérni, ő hol van, és nem értettem, miért nem képes tenni a dolgát. És remélem, akik hallják ezt a bemutató képzést, ki fogják belőle hallani, hogy hangulat. Hangulat, ha mély hangulatban vagy alacsony hangulatban, akkor a fizikai testrezgése leesik, megbetegszik. Tudás nélkül nem lehet onnan sem meggyógyulni. Csak akkor tudunk jó állapotban maradni, ha beépítettük a tudást, és megint itt van, hogy tudás. Nem a tudatalattiba, mert a tudatalatti, a nem hiteles tanítók tanítják, de ez nem tudatalatti, tudattalan. Tehát a magyar, a régi magyar kimondja. Az az ösztön. Az ösztönt nem lehet programozni. Az működik, mint az állat. Szó szerint állati működés. Ezeket a fogalmakat, tényeket meg kell tanulni, mert nem tudunk másképp működni. Ha rengeteg információt begyűjtesz innen-onnan motivációba, a könyvekből valahol, abból lesz egy szép nagy spirituális ego, amivel osztod az észt az életed romokban, akinek idézőjel segítettél élete romokban, semmit nem fog vele tudni kezdeni. Tehát ez egy akkora ego csapda, nem elég, hogy az egón korlátokat épít a komfortzónán köré, alig enged kilépni, itt még gyártasz magadnak egy nagy csapdát, mert a nagy hangzatos szavak, és hogy nagy ember Szedlacsik Miklós mindig elmondja, hogy aki a nagy semmiből tud finanszírozni egy stadionnyi előadást, de a könyvnyomtatás is több 10 millió forint. Nekem nincs a zsebemben több 10 millió, hogy könyvet adjak ki. Tehát el kéne gondolkodni az embereknek, és utána járni dolgoknak, hogy ki mit tanít, és hogyan, honnan jött. A hétköznapi tudás létfontosságú. Itt Szedlacsik Miklós úgy tanítja, hogy a test, lélek, szellem egyszerre tudjon fejlődni, mert nem is lehet másképpen fejlődni. Tehát olyan részletesen odafigyel mindenre, hogy teljesen jól tudjuk a dolgainkat megoldani, és ha hallgatunk a tanításaira, akkor nagyon jól tudjuk működtetni a fizikai testünket is. Ahhoz, hogy az aranykorra alkalmassá váljunk, rengeteg dolognak meg kell felelnünk. És megint csak az emberek fordítva gondolkodnak, azt hiszik, hogy a DNS vagy az energiák emelik a fizikai testrezgését, és nem, a tudás. A beépített tudás emeli egyedül, és a DNS rezgése akármi követi. Ugye a magyar különleges nép, ezt is említette Szedlacsik Miklós, ezért bízták ránk
az emberiség kivezetését, mert csak ezzel a tudással lehet. És itt megkapjuk hozzá azokat az információkat a spirituális oldalról is, a lélek működéséről, honnan jöttünk, hová megyünk, mi a dolgunk. Hát nekünk ez a munkahely kellene, hogy legyen, hogy a lelkünket rendbe tesszük, és a mások lelkét meg tudjuk menteni, semmi más dolgunk nincs. Rengeteg gyakorlás, folyamatos felkészülése, tehát ez nem egy betanított munka, hogy 2 hét alatt megtanulod. Nagyon sok folyamatos felkészülésre van szükség, és még annál is több gyakorlásra. De ha belegondoltok, a régi emberek nem kaptak elméleti tudást, elment inasnak, és ha a mester azt látta, hogy 3 év alatt kész, akkor rábízta, szakmát gyakorolhatta, hanem akkor 5 év múlva. Tehát nem volt külön elméleti képzés, egyszerre kapták meg az emberek, de gyakorlat nélkül senki nem válhatott mesterré. Nincs is ilyen az életben, hogy tudás és gyakorlás nélkül valaki bármit is haladhat az életében. Én azt látom, hogy ezek a képzések hihetetlen, megfizethetetlen értékűek. Itt megkapjuk a tudást, a módszereket, az alkalmazási technikákat, Szedlacsik Miklós különleges képességei által úgy kapjuk meg a személyes segítséget, hogy személyre szólóan, szó szerint arra a problémára, és gyönyörű szépen meg tudjuk oldani, mi magunk senki nem teheti meg helyettünk, Szedlacsik Miklós sem. Tehát nekünk kell megtenni, csak megkapjuk hozzá azt a tudást, és megint itt a tudás, ami nélkül sehová nem haladhatunk. Szellemi fejlődés nem lehetséges, fizikai sem. Tehát azért meg kell tanulni, működtetni bármilyen dolgot ahhoz, hogy működővé váljon. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne halogassa, ha találkozott egy PPH-s reklámmal, beszélt egy PPH-ssal, nincsenek véletlenek. Itt a Nyílt Akadémiánál nagy szeretettel várunk mindenkit egy olyan közösségben, ahol tényleg tanuljuk a szeretet működtetését, és el is fogjuk érni, hogy csak a szeretet működjön. Senki nem fogja megbánni. Olyan tudást kapunk, hihetetlen minimális árér, ami tényleg sehol máshol nincs. 30 óra képzés, csak 19.700, tehát oszd el, és akkor kijön egy ilyen 440.000 forintnyi összeg. És a második hónaptól még nem 660 vagy 640 forintnyi, következő hónaptól már csak 12.500, és itt már csak 440 forint. Semmit nem adnak ennyi pénzért sehol. De ahhoz, hogy ráláthass jól a képzésekre, beleláthass, ahhoz legalább 3 hónapra próbáld ki, és ne halogass, gyere most. Most lesz hónapforduló, bármikor lehet csatlakozni, úgy van a rendszer tökéletesen összeállítva, bármikor be tudsz csatlakozni, körbeér az egész képzési anyagrendszer, és semmi nem marad ki, a 10 életterületünk be van építve 25 nagy témakörbe. És ha valakinek olyan váratlan kérdése lenne, Szedlacsik Miklós a képességei által bárkinek tud rá válaszolni. Tehát ne halogass, gyere közénk, tarts velünk, és együtt képesek leszünk egy olyan világot létrehozni, amit álmunkban sem mertünk még elképzelni magunknak. Most 30 perc szünet következik. Utána folytatjuk egészségteremtő kócsképzésünkkel, ha szeretnél részt venni rajta, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy mégsem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél, és akkor elköszönünk tőled, most pedig 30 perc szünet következik.